Start! Start elindult a Kár Handicap a nap harmadik futama. A favoritok közül Veszna kezdett a legjobban, nagyon hamar talpon van Veszna, és elmegy most már a frontba, a háttérben pedig Bing Crosby-t kezdett egy kicsit gyengébben. A kanyar az érve azonban jön egy újabb esélyes, Donia Donia tovább fokozza a tempót, és nagyon úgy fest, hogy az elsők egyenesre fordulva majd át fogja venni Donia Donia a vezetést a másik kedvenctől Vesznától. Bent a falon Tifarévé egyelőre a harmadik, kívülről Zselnice fog megérkezni melléjük, mögéjük, aztán pedig topmodell színei tűnnek föl. A Zafiri és Bing Crosby éti a lovak további sorrendje. Nagyon szépen együtt ügett mind a hét ló, ez tehát a Kán Handicap, és a tempó sem mondható rossznak egyáltalán. Bő egy kör van még hátra, 1250 méter a futamból, Dónia Doné Weber Zsolttal vezet előnye, nagyjából 3-4 hossz az 5 kívülről támadó Zselnicével szemben. Gyakorlatilag egy olyan 6-7 hosszon belül az egész mezőny, amikor a második kanyarra érkeznek Donia Doné vezetésével, tehát a favorit jár elől, mellé érkezik talán kívülről Zselnice, bent a falon pedig Veszna tartja még nagyon jól magát, aztán Tiffany V, illetőleg topmodell alkotnak egy kettőst, utóbbi hátán Bing Crosby 80, utolsó pozícióra megy vissza Zafiri, valóban élénk a tempó, amit a vezető ló Donia Doné tud diktálni, kérdés, hogy rá tud-e duplázni legutóbbi sikerére, hiszen ne felejtjük, Weber Zsolttal azt a bizonyos versenyt utoljára meg tudta nyerni. Nem presszionálják igazán gyorsabb haladásra, tehát úgy látszik, hogy mindenkinek megfelelő a verseny ezen szakaszában. Ez a tempót belül a hóna alatt Veszna igyekszik fölfele Zselnice hóna alatt, akkor amikor közelítenek a második kanyarra, és cseppet sem csökkent Donia Doné tempója, sőt, most mintha újítana. Jön az utolsó 4-500 méter, Donia Doné ellenfele, talán Veszna lehet legalábbis, amennyire az ellenfelek frissen jönnek. Topmodell viszont nem üget egészen frissen, helyette talán Bing Crosby éti lehet majd az egyik dobogós, már topmodell is még azért próbál újítani. A vezető kettős minden esetre jó néhány osz előnyben velük szemben Donia Doné vezet, de azért picit bíztatni kell. Veszna úgy tűnik, hogy nagyon komoly ellenfele lett majd Fazekas kezében Donia Doné és Veszna. Egyelőre még Weber Zsolt lóval vezet, azonban az utolsó százon fel fog menni mellé, teljesen együtt Veszna, Donia Doné vagy Veszna. Veszna lendület és egy kicsit megtörni látszik, Donia Doné még rá tud még tenni egy lapáttal. Donia Doné ráduplázt múlt heti győzelmére, Donia Doné ismét nyer. Veszna a második topmodell végül bejön a harmadik helyre, teljes papírforma. Negyedik Bing Crosby 80, ötödik Zafiri, aztán Zselnice és Tiffany V.